Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Alapjogokért Központ Bolondjukból híradója. Párkányi Eszter vagyok, az Alapjogokért Központ elemzője. Ezúttal egy rendhagyó összeállítással jelentkezünk az álhírekről, a fake newsról. Legyen szó pandémiáról, háborúról, vagy éppen a magyar demokrácia helyzetéről, közös bennük, hogy rengeteg hamis információt terjesztenek velük kapcsolatban. Figyelem, álhír cunami érkezik! ...2020 áprilisában a CNN riportere került kellemetlen helyzetbe, amikor téves híresztelésekre alapozva tette fel kérdéseit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek. Now the pandemic may also be putting democracy and rule of law under strain, case in point, Hungary. Christian Amanpour arról kérdezte a minisztert, hogy miért függesztették fel a magyar parlament működését koronavírus járvány miatt bevezetett rendkívüli jogrend idejére. Mr. Foreign Minister, the French National Assembly, its parliament is still functioning. The British parliament is still functioning. Yes, it's in recess for Easter. The United States Congress is still functioning. Your parliament is not. Your parliament is closed down. So that's a... Wait, what? Szijjártó válaszában közölte, hogy csak az említett héten ötször szólalt fel az országgyűlésben, valamint elmondta, hogy hamisak azok az állítások, miszerint a rendkívüli jogrend felfüggesztette volna a parlamentet, valamint hogy a miniszterelnöknek korlátlan hatalma lenne időkorlát nélkül. But now you have been engaged in spreading another fake news about Hungary, sorry to say, because you just said that the parliament is blocked in Hungary, which is not true. The parliament is in session. For example, this week, the parliament was in session for three days. That's news. I myself gave a report in the parliament about the last week's session of the NATO foreign ministers, about the last week's session of the EU foreign minister. I myself spoke 5 times in the plenary session only this week, and I took part on the meeting of the Foreign Affairs Committee. Négy uniós ország is hasonló megoldást alkalmazott. Lengyelország, Málta, Horvátország és mi, fogalmazott a külügyminiszter az interjúban. Leszögezte, hogy a rendkívüli jogrendet a parlament bármikor visszavonhatja, és a kormány csak a koronavírus járvány elleni védekezéshez szükséges területeken kapott nagyobb mozgásteret. Hozzátette, hogy a kormánynak továbbra is rendszeresen be kell számolnia az országgyűlésben munkájáról, és arról, hogy milyen döntéseket hozott a jogrend alatt. A szomszédunkban zajló háború miatt olyan érzése van az embernek, mintha a koronavírus járvány egy évtizede lett volna. Azonban nem ez a helyzet. Mindössze 2 éve annak, hogy az említett interjút leadták a CNN csatornán. Abban a televízióban, melyet Donald Trump korábbi amerikai elnök fake news médiumnak hívott más sajtóorgánumokkal egyetemben. Amanpour interjúja teljes mértékben alátámasztotta ezt a vádat. Erőszakosan tolta a hazugságait, a válasz szinte végig sem akarta hallgatni, mert nem az igazság érdekelte, hanem a liberális mantra súlykolása. Csak hogy nem számolt azzal, hogy hazánknak egy remek diplomata a külügyminisztere, ráadásul az igazság is a mi oldalunkon van. Nem csoda, hogy kutatások szerint az amerikaiaknak egyre kisebb része bízik a médiában. A New York Times 2020 áprilisában közölt egy riportot hazánkról, mely szerint a kormány visszaél a rendkívüli jogrenddel. A cikk szerint a járvány elleni védekezést ugyanakkor elhanyagolta a kormány, és nem fordított kellő erőforrást a tesztelésekre. A New York Times írása nagyban támaszkodik dr. Rékasi Balázs véleményére, aki Karácsony Gergely egészségügyi tanácsadója volt. Rékasi azt állította, hogy a rémhírterjesztésre vonatkozó törvénymódosítás miatt az orvosok nem mernek nyíltan beszélni a vírus valódi veszélyeiről, és Orbán Viktor politikai hasznot akar kovácsolni a járványból. Azt írják, hogy az Orbán kormány leépítette az egészségügyet, számos orvos hagyta el az országot, és hogy az egészségügyre fordított források aránya jelentősen csökkent. Később a cikk egyik szerzőjéről, Benjamin Novákról kiderült, hogy 444.hu munkatársa Novák Benjamin.
Amellett, hogy a fősodratú liberális sajtóorgánumok gyakran kritika és utánajárás nélkül vesznek át és hoznak le később hamisnak bizonyuló információkat, sokszor tudatosan terjesztenek hazugságokat. That because you never know in these cases that is this a real collaboration, is the journalist independent enough or did he get a very good invitation with to a good hotel. So how much did you offer to him to write what you want to hear back from the media? No one can really control this in these cases, so it's very hard to be transparent in this case. If you do not offer anything else but the topic. Now, have you seen this a lot in your experience, that you actually identify the journalists who, you know, it was mostly the, you know, the hotel and everything around it? I have experienced this in some cases. So for example, I was invited to Brussels and Strasbourg to report on individual events. Uh-huh. And usually in these cases, journalists were really instructed where they should go, who they can talk to. A médiát nem véletlenül tartják negyedik hatalmi ágnak, hiszen az információ hatalom, és így annak közzétételével is lehet befolyásolni a közvéleményt. Ezért különösen aggályos ez az eset is, hiszen a 444 munkatársának, mint magyarul értő embernek tudnia kellett, hogy nem igaz, amit állítanak a cikkben. A rossz indulatból terjesztett álhírek sokszor itthonról indulnak, ellenzéki oldalról, amikre aztán nagy fogadókészség van a nyugati balliberális körökből. If you have foreign media contacts in Hungary, then you treat them a little bit like VIP, and so you make sure them specific, you treat them specifically. It depends on if they are reporters that are residing in Budapest, and definitely you are going to go out and have breakfast with them and treat them nice. And with, for example, if we issue a report, make sure that you present them with food and with the then they are likely to write about it if also there's a communication package. Ha nem lenne innen kiáramló hamis információ, külföldről sem kapnánk ennyi méltatlan és igaztalan vádaskodást. A Guardian brit lap 2020. februári riportjában Jakab Péterrel, a Jobbik akkor megválasztott új elnökével foglalkozott. Ebben a Jobbik állítólagos szélsőjobbról való középretolódásának történetét tekintették át. Jakab Péter akkor azt nyilatkozta, pártja megszabadult korábbi antiszemita és radikális múltjától. Ez a Jobbik már nem az, ami 5 éve volt, idézték a pártelnököt. Jakab szerint erre az is kiváló példa, hogy ő maga is zsidó származású, és korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy zsidó vezetője legyen a pártnak. És hogyha bizonyos kiválasztott néphez tartozik az illető, akkor a miskolci Dolce Vita luxus étteremből kell számára étket szállítani, mert ott kóser módon tudnak főzni, és neki még ahhoz is joga van, tehát nehogy már. A Guardian azt is felidézi, hogy Jakab hogyan távolította el a radikális tagokat a Jobbikból. A lap ennek ellenére továbbra is úgy vélte, hogy a Jobbikban még mindig van antiszemitizmus. Erre példaként hozták, hogy 2014-ben maga Jakab is tett antiszemita kijelentéseket, valamint hogy a pártnak még mindig tagja a zsidó származású képviselőket korábban listázni akaró Gyöngyösi Márton. Én úgy gondolom, hogy pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő és különösen a Magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Erre mondják, hogy ez a cikk nem jól öregedett. Félre visz a puskát. Hiába akarta a Jobbik elhitetni a választókkal, hogy megváltoztak, maguk mögött hagyták szélsőséges múltjukat és jó fiúk lettek. A választási kampányban sorra kerültek elő videók a párt jelenleg is aktív politikusairól, náci karlendítéstől árja testvériségig, tehát a színjátéknak vége, lebuktak. Nem is beszélve a cikkben is említett Gyöngyösi Márton EP képviselőről, aki hiába játssza a háromrészes öltönyös diplomatát, pár éve még zsidó képviselők listázásáról beszélt, és a Krím elcsatolását ünnepelte. Ezért nem érdemes a nyugati sajtónak beavatkoznia a magyar közéletbe és szélsőségeseket mosdatni. Ez a Jobbik, ugyanaz, csak kevesebb szavazóval. Hú, csávókám, hát azért ez nagyon lent van.
Arwell Magdali, a Guardian újságírója szerint a járvány alatt a nők hátrányos megkülönböztetést kellett elszenvedjenek. Egyik írásában arról értekezik, hogy a nők azért sokkal szkeptikusabbak a koronavírus elleni védőoltások irányában, mert nem bíznak az egészségükben. Szerinte ez azért van, mert az orvoslás szándékosan hátrébb sorolja a nőket, és az őket érintő betegségek terén is sokkal kevesebb kutatást végeznek. Magdavi szerint nem csak a nőket éri diszkrimináció az orvosok részéről, állítása szerint ide tartoznak a kisebbségek is. Egy másik cikkében a szerző kifejti, hogy a férfiak szándékosan nem viseltek maszkot a járvány idején, mert az nem számít férfiasnak. Honey, I didn't mean it! I am a man! And a man does not carry a purse! Mint írja, ez is bizonyítja, hogy a túlzott macsóság öl. Hozzáteszi, az a tény, hogy a férfiak jelentős része, köztük Donald Trump is úgy gondolja, hogy a maszkok gyengének tüntetik fel őket, egy újabb emlékeztető arra, mennyire károsak a nemi sztereotípiák. Ez a presszió nem csak abban akadályozza a férfiakat, hogy maszkot viseljenek, hanem abban is, hogy kifejezzék érzelmeiket és segítséget kérjenek mentális egészségügyi problémák esetén. Hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz? Ugyanaz a sajtóorgánum, ugyanaz a szerző, két egészségügyről szóló cikk, kettős mérce. A nők áldozatok, a férfiak megrögzött gonosz maszkellenes szabályszegők. Nem kell túlzott képzelőerő ahhoz, hogy arra következtessünk. Ha a nőkkel kapcsolatos általánosításra ragadtatná magát egy újságíró, Magdavi az első között lenne, aki ezt elítéli. Az álhírterjesztésen túl egy másik rendkívül felháborító gyakorlat egyes baloldali újságírók esetében a kettős mérce alkalmazása és ez a teljesen öntelt attitűd. Mintha mindenki más felett állnának, minden tudás birtokában, és ezért népnevelő célzattal megmondhatnák az embereknek, mit hogyan kell látni, miről hogyan kell gondolkodni, és miként kell helyesen cselekedni. Ők akarják diktálni a morált, sőt, hazánkban az ellenzék ötlettelensége miatt még a politikát is a baloldali sajtó csinálja helyettük. Hát ebből van elegen nagyon sok embernek. Ideje lenne, hogy az újságírók információkat közöljenek, és ne a valóságot akarják átírni. Sose nyomjál full kretint. Politikailag korrekt hírszemlénket megtalálhatják minden héten a honlapunkon, valamint havonta egyszer a Mandiner melléketeként. Ha tetszett a videó, iratkozzanak fel a csatornánkra és nyomjanak a csengő ikonra, nehogy lemaradjanak a következő adásról. Kövessék az Alapjogokért Központot a Facebookon és az Instagramon is.